Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a 24.hu és az HBO Magyarország közös kibeszélő műsora, a Kapcsoljuk Westerost, én Mucsicska László vagyok. Én pedig Zsóthéréni Dániel, sziasztok! Hát egy vadi új díszletben vagyunk, ugye ez már a harmadik adásunk, és már a harmadik díszletet fogyasztjuk. Hát ez most így a legkiforrottabb. És ez még marad legalább hány részereig? Még további öt epizód erejéig. Még további öt epizód erejéig ez fog maradni, kisebb-nagyobb módosításokkal, és remélem már feltűnt, hogy mennyire nagyon-nagyon szuper asztal előtt állunk. Megmutatnád, Zsuzsi, hogy mi van itt előttünk? Hát ez egy Westeros térkép, úgyhogy ezen most így el is helyezünk sakk figurák helyett más figurákat, amik mondjuk így jelképeznek dolgokat, és egy picit keretbe helyezzük saját magunkat is, hogy mi a helyzet ezen a kontinensen. Illetve, hogy mi történt a második részben. Nagyon sok a helyen olvastam azt a kritikát a második résszel kapcsolatosan. Jó, de hogy azért nem történt olyan nagyon nagy dolog benne. És nekem az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen miért kell, hogy bármi nagy dolog történjen. Van hát, hogy azért, előre a cselekmény. De halad, tehát hogy halad, csak most azt látjuk, hogy a cselekmény az nem feltétlen csatatereken halad előre, hanem szobákban, politikusok között. Ilyen asztaloknál. Úgyhogy ennek megfelelően cövekeljünk le szerintem először is a Starkokkal, hogy ők velük most mi van. Hát ők most deresben vannak, és hát úgy néz ki, hogy Jon Snow elindul majd sárkánykőre, és végre találkozik Daenerys-szel, úgyhogy a legnagyobb fanok végre örülhetnek, hogy a következő részben ez megtörténik. Aztán ugye a White Walkerek ebben a részben nem bukkantak fel, ellenben azt tudjuk, hogy valahol itt, vagy itt mozognak, úgyhogy rakjuk őket ide a borsott tábla mellé. Legyen így. És egyébként ez pont ma jött elő, egy újabb fanteória, ha már ezt is szóba hoztuk, hogy valójában az intro az lelövi egy kicsikét, hogy a mások azok hogyan fognak majd megérkezni. Hát nem fogják áttörni a falat, nem fognak átmászni rajta, hanem befagyasztják a tengert, és majd azon jönnek át. Hát látjuk. Aztán ugye időközben, legalábbis a legutóbbi részben megérkezett Daenerys sárkánykőre, ami nem tudom, hogy nektek feltűntem, hogy mennyire tanulmányoztátok eddig a térképeket, de tulajdonképpen így ezek szomszédok. Igen, itt van Metropolis, itt van Gotham, itt van Buda, itt van Pest nagyjából, ilyen arányban van egymásra két város. És ugye Cersei gyakorlatilag a szomszédban helyezkedik el, és ott szövi az ármányos terveit. Akiről azért áruljuk el, hogy úgy viselkedik, mint országunk vezetője, aki mondjuk nem Soros Györgyöt démonizálja, hanem Daenerys tulajdonképpen, és el is mondjuk, és jönnek a dotrakiak, tessék! Értsétek, a szőke, vékony csaj, egyenlő, ősz, picit pocakos bácsi analógia, de egyébként tényleg működik, tehát hogy, és a dotrakiak a bevándorlók egyértelműen. De, ugye itt van nekünk ez a korona, amit mi tulajdonképpen a Greyjoy-okat akarjuk velük jelölni, de kétfajta Greyjoy van jelenleg itt a térképen. Van a jó Greyjoy, hát, a nyomorék Greyjoy, meg a rossz Greyjoy. Igen, de ugye még nem tudjuk azt, hogy például Euron tényleg annyira rossz feje, mint amennyire mutatja magát, hát, vagy... Egyébként igen, valószínűleg az. Tehát ezt nem is tudom, hogy miért mondta. Hát figyelj, tehát megint elkezdett tikkelni a szeme, mint akkor, amikor Ramsay Bolton jól megsanyargatta, és becsicskult teljesen. Ne, én nem rá gondolok, hanem Euronra. Ja, hogy Euronra? Igen, tehát hogy ő most a rossz idézőjelesen, ugyanis ugye megtámadta Daenerysék, illetve a járájéknak a flottáját, akik közben Dornba mennének seregél, úgyhogy most mondjuk azt, hogy a rossz Greyjoy-ok a térképnek ezen a pontján vannak. No, illetve, hát, hoppá, ja, előre felhelyeztük. Igen, véletlenül odaraktuk. Őt pedig ezt a madárkát, ezt a hollót kineveztük Samwell Tarly-nak, aki pedig óvárosban van és próbálja kitanulni a mesteri válás mesterségét, és hát ez mennyire jól alliterált. Mesterség, hát nem, de mindegy. Na mindegy, szóval, hogy csinálod dolgokat, olvass sok könyvet, meg hordja a ganajt még továbbra is. Most már ugye ott van Jorah is, akit gyógyítgatni kezdett. És ezt szeretném megjegyezni. Hogyan bírtad azt a jelenetet, ezt akartam elmesélni, tette le a bőrt? Hogy én azt gondolom, hogy elég sok mindent láttam már így, például a horrorfilmek kapcsán, de valahogy ez maga ez a jelenet, hogy így kicsit visszahúzzák azt a ragyás bőrt, lassan betömködnek oda egy pengét, majd módszeresen elkezdik... Kijön belőle a geny. Igen, és elkezdett azt így nézni, és így egyébként hangban volt szerintem baromira jól megoldva az jelenet, az nagyon-nagyon gyomorforgató volt, én egyszer elfordultam, ami csak annyit jelent, hogy öregszem, és nem bírom. Ezzel együtt ennek a résznek itt volt a legjobb vágása,
amikor egy ilyen bőr közeli után bevágtak egy étel közelit, és gyakorlatilag semmi különbség nem volt a két felület között, az nagyon fincsi volt, hogy úgy mondjam. Nekem, hát egy hasonló vágás volt a Trónok harcában, amikor ugye a Tiont kasztrálják, és utána pedig a Remzi bolton egy kolbászkát is beljez a szájába. Gyönyörű vágás volt az is. Na, viszont hogyha ugye már beszéltünk erről az ételről, akkor kicsit így elszpoilereztem a választ is, amit majd föl fogok tenni. Ugye ebben a műsorban, ahogy az előző alkalommal is, játszani fogunk. A nyeremény pedig 2 darab HBO Go voucher, és a 2 leggyorsabb kommentelő fogja majd megnyerni ezeket. A kérdésünk pedig a következő, hogy Arya kivel találkozik a kocsmába? Egy nevet várunk, lehet angolul is, lehet magyarul is, a 2 leggyorsabb pedig megnyeri ezt az HBO Go vouchert. Most viszont megnézzünk egy bejátszót, és utána pedig jövünk a mai vendégünkkel, de ugye továbbra is interaktív a műsor, úgyhogy dobáljatok minket mindenféle teóriákkal, kérdésekkel, és akkor mi meg majd jól reagálunk rá. De a komment szekcióban ez fontos. Igen. I want you to be my ranking general in the wars to come. I want you to swear allegiance to Cersei, and I want you to help me destroy her enemies. All her enemies. Including Olenna Tyrell. I'm a Tali. That name means something. We're not oathbreakers, we're not schemers. We don't stab our rivals in the back or cut their throats at weddings. I swore an oath to House Tyrell. You swore an oath to the crown as well, Lord Tali. I've known Olenna since I was a child. She was a great woman once. Now she's broken. She wants revenge so badly she brought the Dothraki to our shores. The Dothraki in Westeros for the first time in history. I know you don't like my sister, but you have to make a choice. Do you fight with us or with foreign savages and eunuchs? When the war is won, the Queen will need a new Warden of the South. I can think of no better man than Randall Tarly. Itt is vagyunk mai vendégünkkel, Bencével, a Culture Geeks YouTube csatorna egyik arcával. És igazából azt gondolom, hogy úgy kellene haladnunk, hogy nem feltétlenül kronológiailag, hanem témakörök szerint. Két dolgot kellene itt érintenünk most ugye a bejátszó után. Az egyik, hogy mi volt tulajdonképpen ez a Jamie és az öreg Tarly közötti beszélgetés. Te hogyan értékelted? Hát először is köszi, hogy itt lehettem és meghívtatok. Megöleljelek esetleg? Majd utána. Jó, utána megölelek. Utána meg bepotoljuk. Hogy értékelem? Igazából érdekes párbeszéd volt. Ilyenkor mindig elgondolkozik az ember, hogy ilyenkor elgondolkozik az ember azon, hogy biztosan az fog történni, aminek történnie kéne, hogy majd biztos átáll majd a Targaryen oldalra, és akkor majd szépen együtt legyőzik a Lannistereket. De ebben a sorozatban, amit egyet megtanultam, hogy semmi sem az, ami látszik, és nem fog úgy történni, biztos, hogy nem. Azért, mert szerintem itt kb. Az vetődött fel, hogy van 2 baromi erős konzervatív érték egymással szemben, ami közül az egyikről én azt gondolom jelenleg a Randall Tarly-ról, hogy ő tartja is magát az általa képviseltekhez. Még azért a Jamie-eknél azt láttuk ebben a sorozatban, hogy nem szokták magukat ezt tartani. Úgyhogy én az, amit felvetett, hogy ez most fog-e változni, vagy nem, ez kb. Most ennek a sorozatnak a legnagyobb kérdés, hogy mi van ezzel az egyébként utolsó utáni házzal, de nagyon-nagyon jól leérvelte azt a rendél, hogy miért nem akar ellenszegülni az Olennához. A másik, ami szerintem, hát hogy mondjam, hát számomra nagyon felkavaró volt. Neked milyen volt az a jelenet? Az a jelenet? És most gyorsan hozzátenném, hogy itt a kasztrált, péniszlevágott, szürke féreg és Missandei nemi együttlétéről van szó, ami, hát nem tudom, engem mindig szíven üt ennek a csávónak a sorsa. Én igazából pont azt vártam ettől a sorozattól, hogy már minden kitelt, és pont azt vártam úgy, hogy majd így szépen premier plánban majd mutatják ott a dolgot. Te kis perbe! Szerencsére nem így lett, és én ennek örültem, mert félértés ne esik. De igazából...
hogyha lehet ezt így összefoglalom mondani, ebben az epizódban tulajdonképpen minden volt, és most picit előrehaladok, de tényleg minden volt. Volt benne drámaiság, volt benne tökös párbeszédek, volt benne szex jelenet. Hát amennyiben ezt, így, amennyiben ezt lehet, de ez erotikus jelenet, akkor fogalmazzunk így, volt benne csata is, úgyhogy alapvetően úgy szépen föl volt építve, és egy igazán feszes epizód volt. Szerintem nem volt meglepő, hogy ez meg fog... Én nem is azon lepődök meg, hanem inkább így belegondolva ennek a dolognak így a biológiájába. Tehát ugye azt mondjuk, hogy itt van ez a szürke féreg, akit egyfelől kiheréltek gyakorlatilag. Aztán levágták a pélóját, a pömpölőjét, hogy ilyen nézőbarát módon mondjam. Igen. De ez nem elég, hanem ki is égették neki. Ezek után egy férfi az így hogyan tud például élvezetet érezni egy nővel, mert ugye azt láttuk, hogy egy oldalon a dolog működik. Igen. De hogy vajon itt ez elég csak ez az érzelmi, hogy is mondjam, érzelmi kielégülés elég vajon? Alapvetően szerintem igen, tehát hogy a szerelem az nem feltétlen csak is kizárólag ebben mutatkozik meg, tehát hogy azért érzelem tényleg van itt. Úgyhogy, de az egyik oldalról működött a dolog, úgyhogy szerintem nem is volt különösebb gond ezzel a jelenettel, tehát hogy ez tényleg az volt, amit vártunk. Most meg fogunk nézni egy másik bejátszót, Jon Snowról és Sansáról a falnál. Falnál? Deresnél. You all crowned me your king. I never wanted it. I never asked for it. But I accepted it because the North is my home. It's part of me and I will never stop fighting for it, no matter the odds. But the odds are against us. None of you have seen the army of the dead, none of you. We can never hope to defeat them alone. We need allies, powerful allies. I know it's a risk, but I have to take it. Then send an emissary. Don't go yourself. Daenerys is a queen. Only a king can convince her to help us. It has to be me. You're abandoning your people. You're abandoning your home. I'm leaving both in good hands. Whose? Yours. You are my sister. You're the only Stark in Winterfell. Until I return, the North is yours. Sziasztok, ez még továbbra is a Kapcsoljuk Westerost, itt vagyunk Bencével, a Culture Geekstől, én Zsótérini Dániel vagyok, és volt az adás elején egy kérdés, amire a két leggyorsabb kommentelőnek kellett válaszolnia, illetve nem kellett, hanem akik a leggyorsabban válaszoltak, azok HBO Go vouchert nyerhettek, ez pedig Benny Samu volt és Serbán Rihárd. Hogyha ez tényleg így van, akkor megkérem őket, hogy írjanak a 24.hu Facebook oldalára üzenetet, és akkor fel tudják velünk venni a kapcsolatot. És térjünk vissza egy picit a Deresben történtekre. Ugye szerintem azért nagyon érdekes ez a jelenet, mert eddig azt láttuk, hogy itt van ez a fiatal lány, Sansa, akinek igazából egy fix ideája van, hogy popstar legyen, ami aztán nem jön össze, végül beáll a politikába, gyakorlatilag támogatva az ő fivérét, aztán tulajdonképpen szerintem egyenrangúvá válik a Derest és úgy általában a politikát vezénylő emberekkel, és ez tök gyorsan megtörténik. Itt az igazi kérdés az, hogy amikor Jon Snow azt mondja neki, hogy mivel most el kell mennem a tüzes sárkányos spinéhez, addig téged lesz Derest, mit gondolsz, hogy ez mennyire lesz teher Sansának a vállán? Mert hogy lássuk, hogy meglepődött ő is. Igen, meglepődött abszolút, tehát hogy nem is tudott nyelni, köpni nyelni. Alapvetően én tényleg így az egész sorozatot nézve még mindig nem látok egy olyan fajta karakterfejlődés Sansánál, amit úgy várna úgy a néző, úgy várna az ember, hogy na most akkor tényleg tegye oda magát. Tehát alapvetően szerintem most megint ugyanaz lesz, mint az előző esemény sorozatokban is, hogy megint lesz valaki, mondjuk most ebben az esetben szerintem több mint valószínű, hogy kisúj, aki elkezdi majd irányítani és manipulálni. És szerinted ennek van akkor, tehát olyan rövid idő alatt meg lehet, vagy meg tud
tud hatást kiváltani Kisúnak az esetleges manipulációja, amennyi idő alatt Jon Snow visszatér. Biztos vagyok benne, szerintem. Jó, és akkor szerinted mi lesz ez a konkrét manipuláció? Mi fog történni? Hát, hogyha én ezt tudnám, akkor biztos, hogy én írnám a sorozatot. Nem tudom, tehát hogy most nem tudom, hogy mit. Akkor ugye úgy kérdezem, hogy mi lehet Kisújnak a feltett szándéka. Egyértelműen a hatalomszerzés. És meg akarja szerezni Derest? Hát először is meg akarja szerezni Sansát, az 100%, és utána pedig meg akarja szerezni azt a hatalmat, ami éppen a keze ügyébe került, tehát most jelen esetben lehet valószínűleg, hogy Derestre pályázik, de ne legyen igazam, tehát hogy legyen egy olyan... Én ennél okosabbnak tartom Sansát. Lehet, de tényleg ne legyen igazam, lehet, hogy már tényleg fejlődött annyira, csak én még mindig nem látom. Hogyha van esetleges tippetek, kérdésetek, akkor hamarosan majd jön a komment szekció, úgyhogy tegyétek fel nyugodtan, Lászlóval majd meg fogják válaszolni Bencivel együtt. És van még egy pontja ennek a résznek, ami látszólag egy tök fölösleges jelenet szerintem, de valójában több kérdés lett fel, mint amilyen hosszú volt maga a jelenet, ugye, amikor Arya találkozik a rémfarkasokkal. És rémfarkassal. Igen. De volt ott több farkas is. Egy farkasok. Jó, igen, mert volt egy nagy rémfarkas és a többi. A csicska farkasok. Ja, okay. Igen, az jó szó. Ugye azért a tónakarca világában az nem ismeretlen, hogy bizonyos emberek meg tudják értetni magukat állatokkal, vagy bármilyen lényekkel. Lehet itt szerinted, hogy tulajdonképpen ezt láttuk most viszont, hogy hiába nem Nimére volt az a farkas, akire azt gondolta Arya, hogy az, de szemmel láthatólag a farkas egyetértően bólintott, mint amikor Lassie-nek azt mondják, hogy gyere haza. Vagy mint a Jurassic World végén a Tyrannosaurus Rex. Ezt nem láttam is. Borzasztó az a film. Na mindegy. Szóval mit gondolsz? Abszolút, szerintem, hogy ez még valamilyen szinten szerintem vissza fog térni a sorozatban, hogy tehát ez egy Stark vonás? Szerintem igen. Tehát olyas, mint a Bran esetében, tehát nem annyira intenzíven, de szerintem alapvetően vissza fog ez olyan szinten térni, hogy ezt föl fogják használni majd így előnyükre. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy lehet arra számítani, vagy számítunk arra, hogy majd rémfarkas hordák fognak küzdeni a másokkal. És a sárkányok pedig a levegőben. Nagyon menő lenne, igen. Hogyha van bármilyen gondolatotok akár ezzel a teóriával kapcsolatban, akkor gyorsan írjátok meg kommentben, most fog következni a komment szekció, és Pilu Azbekkel és Gemma Villennel fogtok látni most egy bejátszót. All right, so Yara pledged allegiance to Daenerys, but is she a true believer or is it just a ploy for her to, you know, to reclaim the islands? What do you think? Well, of course there's that. Of course, I don't think we could call it a ploy, though. Of course, she knows she's playing a long game to get the Iron Islands, but I think she's got a real investment in Dany and what Dany stands for. I think she knows she likes this woman. She recognizes a fellow sort of female leader, you know, and she recognizes this could be a very helpful alliance in ways that maybe she hadn't considered before. The fact that the Kingsmoot didn't work out for her really has opened up, you know, other opportunities for her that she wouldn't have otherwise entertained. And so, yeah, I think she's obviously got her own game, but I don't think it's a devious game with Daenerys. I think she really believes in the alliance and the idea that they're going to go and own the world together. It was because it was such a good idea. Yeah, he had the idea and I stole it. Did I? Oh. He keeps reminding me. And how does she see Tian? Is he a liability or a precious ally? No, he's a precious ally, of course. Because, well, we can see that it's reflected in the fact that she tries to rescue him. She, you know, when the letter comes from the Boltons that suggests that he's in trouble, again, she goes to try and help him against her father's wishes. She's got a real strong sense of family, and she loves him, you know, at the end of the day. You know, it goes back to season two when she remembers him as a baby and they have that connection together that she's always connected with him. And so I think she wants to make sure that he comes back to himself, and any opportunity she can get to go and reunite with him is one that she takes with great gravity and responsibility. And what about Euron? Do you see him as a straightforward villain? You know, he's violent, he's ruthless, but he's not in the Game of Thrones world. Exactly. People keep asking me, is he the one we're going to love to hate? And I have no idea. I love the I love these guys who are not black and white. Mm-hmm. Where there's these gray zones where you can work with the character and you can try things off.
you can try different versions of him, but of course he's evil, but he's also a husband or a wife. Not a wife, but... Whoa, spoiler alert. That'd be fantastic. He's a girl. No, he's a good guy. I like him. I like doing him. There are so many fun theories surrounding Game of Thrones. Do you have any favorite ones? That are like especially that silly? No one's going to end up on the Iron Throne and the whole place is going to be run by White Walkers. I quite like that one. That, apocalyptic. Oh, an apocalyptic ending to things. Yeah. I don't know what the theories are, actually. So it's the only one I've heard, so that's the one. Okay, I'm going to stick to that one then. All right. And who are you rooting for? Do you have any perfect candidate for the Iron Throne? Me. Okay. Well, if not you or me, I change it in every interview. But I'm feeling very close to Daenerys at the moment, so maybe me and Danny. We could take it on with Varys as a sidekick. I want to get Varys in there somewhere. I'm working on this empire. Every interview, it becomes clearer and clearer what needs to happen. You need to get on the phone to David and Dan. And knowing what you know, what advice would you give to Jon Snow? He's in a tough spot as well. Stay alive. Yeah. Stay alive. Stay near a sponge bath at all times. Yeah, and trust no one. Okay. Keep your coat on. And he knows nothing. Oh yes, remember that he knows nothing. Yeah. So that's why he needs your advice. Yeah. He needs urine by his side. Oh, interesting twist. Yeah, yeah. Okay. Thank you, guys. Oh, thank you welcome. So much. Thank lovely you. To meet you're you. Welcome. Cheers. Thank you. Itt is vagyunk a komment szekcióban, és hogy egy kicsit keretbe helyezzelek titeket, hogy mi is volt az, amit láttatok. Egy hónappal ezelőtt Londonban volt egy trónokharca esemény, ahol készítettünk egy pár anyagot. Hogyha követitek a 24 pontot, akkor a Sophie Turnerrel és a Pilu Esbeckkel már láttatok egy-egy ilyen riportszerűséget. Ebből most van vágott anyagunk is, és a következő epizódokban még lesz egy pár, úgyhogy majd készülhettek erre is. Viszont ha már volt egy Yara Greyjoy, Euron Greyjoy-os bejátszunk, akkor nem mehetünk el amellett, hogy mi a tököm történt Tionnal. Engem alapvetően nem nagyon lepett meg, mert tudjuk nagyon jó, hogy egy beszarja alak. De viszont végig gondolva, és hogy így még egyszer megnéztem amúgy ezt a jelenetet, és végig gondolva, hogy felmérte ott a terepet, felmérte a területet, hogy mindenkit halomra gyilkoltak, és látta, tudja is nagyon jól, és ismerte a rokonát is, hogy ismerte is a nagybátyját, hogy ő simán kinyírta volna a testvérét, és szerintem ezt tartotta a leglogikusabb lépésnek. Mm. Szerintem. Tehát akkor nem az történt, hogy valóban itt előjött belőle az elnyomott Ramsay Bolton által megfélemlített kisember, és nem azért kezdett el tikkelni, hanem mert így ugye jött elsőre, rá arra. Elsőre arra gondol az ember, de szerintem tényleg így szépen fölmérte a terepet, és ez tűnt számára a leglogikusabbnak, és szerintem ebből még ki is lehet hozni valamit. Na, akkor most megbombázlak a nézőink kérdéseivel. Bálint írja, hogy Melisandre ugye azt mondta Dannynek, hogy a fény hercege fogja a megváltást hozni. Pontosan nem emlékszem, hogy mire írja Bálint. Na, a lényeg, Jon lehet Azor Ahai? Lehet. A nézők az biztos, hogy így a szék alá pisilnének körömükben. De alapvetően már attól is, hogy így találkozik az a két karakter, akit már így a sorozat elején óta akarnak. Ugyancsak Bálint írja, a készítők valóban nem túloztak akkor, amikor azt mondták, Ramsay csak egy durcás kisgyerek lesz majd Euron Greyjoyhoz képest, miközben Yarát szorongatta, és félpszichós elmebeteg módjára vigyorgott Christian Bale, amerikai pszichós, és az új Stephen King-es bohóc horroros egyvele jutott eszembe. Félek tőle. Hát igen, azért tényleg igen, a Pilu Esbeck nagyon jól tolja ezt a karaktert, azért tegyük hozzá, eléggé hálás szerep az, hogyha valakinek egy ilyen pszichopatát kell alakítani, de jó ebben. Igen, abszolút. Aztán nem tetszik nekem Kisúj sunyi nézése. Hát, senkinek nem tetszik az első évad. Kisúj első évad óta kb. Ezt csinálja. Azt mondja, hogy az egy jó jelenet volt, mármint az, amikor találkozott a rénfarkasával, Arya rendesen rázba jöttem tőle. Mi gondolsz arról, hogy ez egy jó lépés volt, hogy itt az így lebegtetve van, hogy valami ez most tényleg a saját farkasa volt, vagy nem az volt, és igazából így lebeg a levegőben ez? Hát elsőre mindenki azt gondolta, ugye, bár, hogy a régi rémfargas a visszatér, akit elődözött teljesen jó szándékból.
de én is bíztam abban, hogy nem csinálnak ebből egy ilyen szép sztorit, hogy na akkor újra together megint, és akkor együtt mennek. Szerintem ez egy tök jó megoldás volt ilyen szempontból, és felvetett még néhány dolgot, ami elgondolkodtatja az ember. Például azt, amit Mark ír, hogy minden Stark varg, csak valakiben több erő van, szerintem Arya ezért tudta megértetni magát Nimeriával, hát vagy akármilyen rénfarkassal. Ebben van valami. És akkor még egy, Kisúj nem deresre vágyik, hanem a vastrónra és a hét királyságra, ezt már elmondta Sansának a 6. évad utolsó részében. True. Abszolút. Abszolút. Lehet valami. Csak hát ugye bár, hogy derest elfoglalja, az egy taktikai lépés lehet ahhoz, hogy királybárba menjen. És azt észrevettétek, hogy egyre szebb snittek és váltások vannak a jelenetek között, írja Tina. Nem. Mire gondolsz? Hát amit ott is meges beszéltetek, ja, az gyönyörű volt. Jó, mondjuk az elég zseni volt. No, hát ezek voltak a kommentek. Bence, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen a meghívást. Ti még maradjatok velünk, mert megnézzük a következő résznek a rövid trélerét, és egy pár dolgot még mondunk róla, hogy mit láttunk bele. Ez jön most. I was born to rule the Seven Kingdoms, and I will. The war's already begun. I've drawn first blood. Cersei will be ready. They know we're coming. Hát nyilvánvalóan a legfontosabb része ennek a trailernek az, hogy végre a fanok örülhetnek, hogy egy térben, egy légtérben lesz Daenerys és Jon Snow. Hát azaz megtörténik a tűzes jég tánca, dala. Dala. Valamilyen, tehát a tűzes jég végre találkozik egymással. Szerintem ami viszont ebben a trailerben sokkal izgalmasabb, amikor Euron bevonul Cersei-hez a királyvárba, és ugye nem tudom mennyire tűnt fel nektek ebből a trailerből, hogyha nem, akkor próbáljátok majd meg kinyomozni, hogy Euron... Mi kikockáztuk, tegyétek meg ti is. Euron tart valamit a kezében. Ami akár egy korbács is lehetne, vagy bármilyen lószerszám. Aztán erre rávágnak egy totát, aminek a legszélén viszont jól látható két szereplő, és szerintem ne lőjük le a poént, erre mindenki jöjjön rá, igen, hogy kik lehetnek azok, akik hát, hogy is mondjam, Euronnak a fogságába ejtettek, és ez annyira trükkösen, ügyesen van elrejtve ezen a snittel, hogy tényleg érdemes kicsit így bénázni a YouTube-on majd a csúszkával és megállítani. Nézzetek meg, szerintem tök jó észrevett. Igen, arra nagyon büszke vagyok amúgy. Kinek? De mi volt még ebben a trailerben? Hát például az, hogy már megint lesz benne harc. És azt láthatjuk, hogy ugye szürke féreg megérkezik a másik Lannister a Castle Rockhoz, hegyére, és valószínűleg ott lesz majd egy csata. Ezt ugye abból látjuk, hogy a falon mindenhol Lannister zászlók vannak, és hát nyilvánvalóan még nem királyvárba érkeztek meg a katonák, hanem ahogy Tyrion az epizódban így vizionálta is, hogy nektek oda kell majd mennetek, ez meg is fog történni a kövi epizódban. Én egyébként még egy dolgot itt felvetnék, amit az adásban nem mondtunk, hogy emlékszel, amikor arról beszélgettünk egy fan teóriáról, hogy mivel viharban született Daenerys születése pillanatában éppen vihar volt, visszatért megint viharban, ez már egy párhuzam, és amikor Dany született, akkor a mellette lévő tenger részen is vihar volt, és ott a Targaryen hajókkal zúzta szét a vihar. Itt most nem Targaryen hajók vannak, hanem Greyjoy hajók, de csak két flottányi, és itt is vihar volt, és itt is a vesztes oldal mellett ott volt Daenerys valamilyen módon. Tehát, hogy így picit olyan, mintha a történelem megismételni önmagát. Ennél több fan teória, nem tudom, hogyha... Ugye mindenbe fog jönni, amit egy évvel ezelőtt a Redditen a felhasználók összeírtak, akkor ez egy nagyon-nagyon erős évad lesz szerintem. Igen, ezt már mondtuk az előző epizódban is, hogy ugye a Roboraptoron kigyűjtöttük a Redditről a legérdekesebb infókat, amiket így beleláttunk ebbe az évadba. És hát az első két részre, amit vizionáltunk ebben a cikkben, az mind bejött. És szerintem egyébként az az érdekes, hogy még ennek ellenére is, illetve ezzel együtt is tud tartogatni olyan jeleneteket, meg történetszálakat a sorozat.
Tehát nekem például, és arról keveset beszéltünk, de hogy a Jorah Mormontnak a megnyúzása és Tárnynak ez a nyomozása a sárkányüveg iránt, vagy sárkányüvegért, azt mondom, hogy tök izgi. Egy ilyen krimiszál valójában, nem egy ilyen kórház sorozat a középkorban. Igen, egy ilyen Doctor House a középkorban. Hogy próbálja lemetszeni a köveket. Szerinted túlélnéd, Jorah? Szerintem igen. Te túlélnéd? Persze, volt már leprám is, abból is kigyógyultam, mit nekem de egy ilyen követegség, ugye? De jól nézel. Csak még egy kommentet hadd olvassak be, mert ez tök jó. Mit szóltok még ahhoz a jelenethez, amikor Arya megtudta, hogy Jon lett Észak királya és Deresben van? Én ott kiáltottam egyet örömömben, remélem most már nem kell sokat várni arra, hogy Arya újra találkozzon Sansa-val és Jonnal. Igen, ezt elfelejtettük, de tényleg az nagyon jó volt, hogy hát, baszolgatta a hülye pitéjét, és akkor jaj, megyek. Komolyan, ő elfoglalta, boltonok elmentek? Én már hosszú évadok óta várom, hogy a Stark tesók újra találkoznak, és egy ilyen boldog, lassított montásban valami 80-as évek popszámára egymás felé szaladjanak egy virágos mezőn, és örüljenek egymásnak, de most ugye az van, hogy Arya elindult éjszakra, Jon Snow elindult éjszakról, Sansát meg reméljük, hogy nem fogja valamilyen fura baleset érni, és egyben marad. Tehát szerintem ebben még mindig tök jó ez a második rész, hogy bár valóban nem történtek olyan nagyon nagy fordulatok, ezzel együtt a folyamatosan izzik az a fajta politikai erőtér éjszakon és a királyvárban és sárkánykőn is, ami szerintem egyelőre engem leköt. És hogyha ez mondjuk a negyedik évad, vagy negyedik résztől átváltana valamilyen, hogy is mondjam, tetlegességbe fajulna, mert tetlegességi fajulna, akkor azt mondom, hogy ez egy ilyen igazán tökös évad. Az a baj, hogy már megint ismételnem kell magamat. Az előző részben is elmondtam, hogy én tökre örülök annak, hogy ez az évad csak 7 epizódból fog állni. Tehát, hogy lehet, hogy valóban nem olyan nagy szám ez az évad eddig, mert hogy az első részben sem volt olyan hú nagy fordulat, meg a másodikban is csak gyakorlatilag a végén, de hogy itt patent, tehát hogy itt pörögnek az események, jól folynak át egyik dologból a másikba a politikai ármánykodások, és ez engem egyelőre szintén így leköt, úgyhogy ez okés. Viszont itt szorongatom a kezemben ezt a könyvet, amit már az előző részben is vettem, amiben ugye van nekünk egy Deadpool. Iron Greyjoy-t a múltkor levettem róla, mert tévesen azt hittem, hogy meghalt, úgyhogy őt most így visszahelyezem. Viszont van más, akiket leszedhetünk erről, méghozzá a három homokkígyó, akik így nagyon csúnya véget éltek. Beragasztod a könyvbe, kérlek? Ja, igen, hova kell beragasztani? Ha megkeresed, akkor van neki helye. Ja, hogy meg kell keresni. Igen, mert ugye ebben családfák vannak. Aha, ez Martell, ez az. Ugye? Igen. Igen, na akkor adom neked Obarasendet. Jó, próbálom mutatni. Ugye most ő távozott el, úgyhogy úgy be is szürkítjük egy igen, picit. Igen, aztán itt van Nimsand, vagy igen. Sand. És itt van Tien is. Olyan, mint valami kínai közterület. Na mindegy, ugyan a hangzása alapján. Igen, úgyhogy hát még csak a második résznél vagyunk túl, de már hárommal kevesebben vannak. Tegyük el a Deadpoolunkat, jövő héten szerintem úgyis lesz rá szükségünk. Ennyi volt mára a Trónok harca kibeszélő, a Kapcsoljuk Westeros, az HBO és a 24.hu közös kibeszélő műsora, ugye az epizódokat továbbra is lehet az HBO-n nézni, minket meg jövő héten ugyanitt lesz vendégünk is. Így van, én Zsóti néni Dániel voltam. Én pedig Mucsicska László, tartsatok velünk jövő héten is. Valár Morghulis. Megbeszéltük, hogy Valár Morghulis. Valár Morghulis. Jó, Valár Morghulis. Igen, béke. Egy év várakozás, a nézők nehezen is tűnik. Szinte hiányzik a tőr a szívből, és mellé az üzenet. A Lannisterek üdvözletüket küldik. Bár ez régen történt, de itt az új évad. Minden Freynek és Lannisternek most nagy bajban vagy. Ellenség északon, keleten és délen, a régi bűneitekért jót senki ne reméljen. Eljött a tél, és a nagy háború fagyos szele, havasjon a fehér farkas uralmának ideje. Észak királya egyesíti újra majd északot, eközben Arya az ikreknél maradandót alkotott. Ne hagyd a farkast az őrizetlen nyájra, mert a Freyek élete és az ikrek bánja
sárkányüveg, valériai a cél. Fegyverhez kell alaposan, a túlélés a cél. A mások serege is az ékirály sem kegyelmez. A trónok harcában élsz vagy halsz, középút nem lesz. A végén csak erre fogsz emlékezni úgyis. All men must die, Valar Morghulis. Némely döntés lehet jó és rossz, de a legjobb... Hát egy stáblista utáni jeleneten vagyunk túl. Igaz, hogy ez is más franchise-ra vonatkozik, de hát muszáj volt. Dániel barátom múlt héten ünnepelte a 27. születésnapját. Ezt nem akartam, hogy elmond, mert így, hiszem, én elég öregnek nézek ki anélkül is. Nem. Na mindegy, a lényeg a lényeg. Kölyökképű rockstarként is meghalhat most már. Egy nagyon kedves rajongónk, Tóth Bálint írt egy trónokharca verset, ami kifejezetten a kapcsoljuk Westeroshoz. Ezt László tolmácsolásában hallottátok, és az én hűmögésemmel. Remélem, hogy azért nem veszítettünk olyan nagyon gyorsan nézőket, mint amennyire sejtette maga ez az 1-20. 1-20-as bejátszó, úgyhogy ezt tekintsétek egyfajta end creditnek, és hát Bálinnak megköszönjük, mert tényleg baromira meghatottál minket. Úgyhogy még egyszer köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, Valar Morghulis. Ez a másik franchise.